Üdvözlök ismétlen mindenkit, de ható még egy napi livestream. Lehet, hogy nem is lesz több egy időre. Nagyon sokan vagytok azzal, miért is jó, hogy elkezdődik az oktatási rendszer. Rengeteg ilyen marketingelés van. Back to school. És elméletileg a tanulóknak fizetre, könyvekre, egymás informatikai eszközökre van szükségük. Vannak ilyen oldalak. Most már sem néztem, hogy mik vannak. Biztosan nagyban van hirdetve, hogy mire van szükség, hogy a gyermek tudjon valamit. Egy olyan tudást tudjon, aminek semmi értelme se nincsen. Szoktak lenni ilyen kedvezmények. Pont itt nincsen. Ez a V pont. Resit szokott lenni ilyen hirdetések. Vagy régebben voltak. Tévéke vannak elkeveredve. Za nove škole. És vannak ezek a vackok, hogy az oktatás lesen kezdeni, az újabb eszközök kellenek. Van egy nyomtatót. Még egy tévére van szükség. Laptopra. Más technikai eszközökre. Telefonokra, fülhallgatókra, főleg. Minél több virtuális világot bírjatok rajta hallgatni. Jaj, de jó! És kultúráltabbak lesztek! Jaj! Hát, nagyon, nem? És kis mocsadékok. Most nyomtam a linket. Itt van Back to School. Hát, ilyen már. Minden vackok. PlayStation-ére is szükség van. Kis vackokra. Mi jobban bírja tanulni. Nagyon fontos. És itt az a baj, hogy az az egyén azt hiszi, hogy vannak ezek a vackok, hogy okosabb lesz tőle. De valóságban nagy vacak. Szar az egész. Az oktatás való. Járás iskolába! Jaj! Hogy okosak legyetek, de tévedtek. Mehetek majd ilyen gyári munkásnak. Jó a részt arról szól. Itt van ez a YouTube. Rövidike példa. Szokás szerint trendi videókat hoz föl, amiket mindenki néz, hogy egyformák legyetek, azt kell néznetek, jaj. Hát most nem arról van itt a szó.
Ezt mindenki ugyanezt nézi. Más nem nagyon. Beállítva jó a részt. És nagyon sokan azt hiszik, hogy ez így jó. Arra nem kell rámenni, amire ajánlanak föl, az mind-mind károsít. Nem kell feltenni ezt a YouTube oldalt se, 3 év alatt volt időm megismerkedni velük. Ezek arra mennek, hogy minél butábbak legyenek. Minél kevesebb legyen az agy kapacitás. Nagyon sokan belenyugszanak, ez a jó. Elkényeztetik magukat. Jaj, de jó. Megbecsült munkás lehetek, lehettek. Én nem leszek az, fel nem munkás, akinek semmire nincs gondja, baja. Nincsen, neki nem kell gondolkoznia. Neki nem. Egyszerűen bejár a munkába, biztonságban van, és el van magával. Berakja a fülest a fülében, és hallgassa a sztárokat. Azokra évvilágon sem nem lehet rábízni, olyanok, mint egy fogyó eszközök. Nyugodtan, ha nem is kellenének, fölöslegesek. Ez a másik téma. És mind-mind ez a YouTube-nak köszönhetik a nagyon gyenge agykapacitásukat. Jaj, megnézted ezt a filmet? Másik sorozatot? Meg! Milyen volt? Nagyon jó volt! Nagyon soknak ez az alapszintű kultúrája. Kultúrátlanak. És ezt nézni fontosnak. Komoly gondjai vannak az egyének. Ilyenek jutnak majd a leghamarabb a pokolba. Most nagyon szépítek. Legalább meg lehet fontva, nem pokolba juttok. Én annak tudok sokkal, tudunk sokkal brutálisabbat csinálni. Jóval. Attól függően, hogy is viselkedtetek. Én főle múlna már nem lettetek volna. Nem pedig van egy kis munkásokra örülni a 200 eurónak. Ilyen mocskok megszégyenítettek. Csak az a gond, hogy ti mindörökre egy darabig megszégyenítettetek. De ezt nekem vissza kell adnom nektek. Így megalázni, eddig még senki sem nem mert. Mint olyan, amit ti leműveltetek. Hát, csak az a baj, hogy itten, ha járok, itt nincs olyan következménye. Nagyon felejtik a múltat. Kicsit emlékeznének visszafelé, megerőltetnék magukat, látnák a vódi helyzetüket, de nem lássák. Nem. Ha nem jelentkezünk, ha elbújunk, akkor nem látnak a másikak. És így elfelejtették, hogy mi lesz veletek. Hát pont fordítva, azok tisztán emlékeznek a bűneitekre, műveltetek. Egy szép napon beküldenek egy pár valamiket ismerve. Nem pedig nem. Bújtok a sorokba. Ez a YouTube-nak is ugyanaz a logikája. Nagyon jó. Te nézed eztet. Nézd a masztat. Nézd ezt a fickót. Ezt a fickót már számtalan mások is nézik ugyaneztet. Rengetegen nézik ugyanezeket a videókat. Hogy ugyanezeket más is nézi. Így az egyéned olyan lesz, mint a többi. És a gyönge elme mindig akar valahova tartozni. Nagyon sokan akarnak ilyen munkásokat, utánoznak ilyen, jaj. Nem tudom, kiket, az oda akar tartozni. És ezt az ember úgy van rászoktatva, oktatás óta, hogy valahova tartoznia kell. Valamilyen szektorba, mit vélnek nagyobb rész munkásoknak, amit ránéznek. Személy szerint nem akarok senkit megsérteni, én vagyok, itten komoly gondok vannak. Az a baj, hogy azt hiszik, hogy mások nem tudják, hogy honnan erelnek, mi a származási helyük valójában. De azok tudják, és ilyen férgek, akik itt vannak, azok egy hama. Lehet, hogy nem lesznek többet. Jó, meg kell büntetni őket. Kis mocskos férgeket. Ugyanezt műveli a YouTube is. El kell képzelni, azt hiszik, hogy nagyon sokkal ez ingyen van. De ez nincs ingyen. A saját időtöket veszi el. Itt, hogy gondolkoztatok volna, helyette meg
Jaj, mit néztél meg? Milyen zenét hallgatsz? Mind-mind az ördögnek a műfe. Az ördög. És ennek ördög alatt? Akinek netán van kultúrája. Hatalmi szervek, ő van szó. De nem olyan hatalmi szervek, ami a Google keresőbe bírtok. Kidob egy pár találatot. Állami hatalmi szervek, társadalmi szintű hatalmi szervek, gyámsági hatalmi szervek. Mi ez a hülyeség? A köznép annyit tud, amennyit látnak. Többet nem tud! Nem kell nektek tudni semmi többet se. Csak dolgozzatok jó sokat, örüljetek a 200 eurónak tovább. Ezt itt tisztelem, ezt szégyenítettetek. Pont ez miatt. Fotok egy nap. Személy szerint, ha én már hatalmon volnák, nagy veszélységgel meg lehetetek volna már büntetve. Én ettől nagyon nagy szerencsétek van. Én nem tudok rájönni, hogy van ilyen nagy szerencsétek. Hát, kis szarosokat büntetni. Lehet jóval nagyobb szervezeteket is. Személy szerint mindig nagyobbak. Itt van egy jó nagy szervezet, a YouTube is oda tartozik. És gondolkozok rajta. Mi lenne, ha egy kicsikét velük is felraknám a listámra őket. Ilyen. Nem mondok semmi rosszat róluk. Nagyon sok gyönge elmének szüksége van erre az oldalra. Kélesse magát, nézegesse, hallgassa. Azt higgye, hogy valami van vele. Szórakoztassák. Másban nem tud lenni. De nekem nincs rá. Jó, szükségem. Köszönöm is, hogy a figyelmeteket.